A szabadnézős talnak a határait jelzik ez a bújósor, úgyhogy eddig biztonságos a fürdés a strandon. Az idegen forgalmi főszezonban fokozott ellenőrzést tartanak a tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársai a Tisza tavon is. Tapasztalataik szerint a fürdővendégek döntő többsége szabálykövető, azaz betartja a strandolásra vonatkozó előírásokat. Ha mindenképp itt a Tisza folyón, Tisza tavon arra, hogy az élő Tisza folyót ne ússzuk át, ne fürödjünk a folyóban, mivel ez hajózó út, jogszabály is tiltja, illetve nagyon veszélyes örvényekkel, víz alatti akadályokkal találkozhatunk. A part mellett már 4 méteres vízmérségek vannak, úgyhogy nagyon kiszámíthatatlan a vízterület. Azt javasoljuk itt a Tiszatavon, hogy a kijelölt szabadvízű fürdőhelyeket vegyék igénybe. Itt szám szerint 6 található a Tiszatavon. Ezek ellenőrzöttek, a szezon elején meder átvizsgálás megtörtént, az egészségügyi személyzet, mentőri személyzet rendelkezésre áll, tehát itt mindenképp biztonságos a fürdőzés. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne szankcionálnának. A szabálysértés súlyosságától függően szóban figyelmeztetnek, helyszíni bírságot szabnak ki, vagy feljelentést tesznek, akár a vízibiciklizőkkel szemben is. A vízibicikli népszerű, de az is fürdőeszköz, tehát a fürdőzés szabályai vonatkoznak rá, tehát ugyanúgy nem lehet eltávolodni a parttól 500 méterre, mint a fürdőzés szempontjából. Úgyhogy nem vízi közlekedési eszköz, hanem fürdőeszköz. A Tisza tavon 6 kijelölt szabad strand van, csak ezeken szabad fürdeni. A strandolásra ki nem jelölt partszakaszok veszélyesek, hirtelen mélyül a víz, kiszámíthatatlan a sodrás, de a vízfelszín alatti növényzet is komoly kockázatot jelent. Én arra figyelek, én karúszót is szoktam hordani, mert nagyon félek attól, hogy elsüllyedek, mert a méreteimből adódva nem ér le a lábam, már elég hamar, szóval én inkább vettem magamnak egy karúszót, és szerintem még a bójáig el sem úszunk a csapattal, és inkább odafigyelünk, hogy a part közelébe úszkáljunk. Szinte naponta hallani olyan strandon bekövetkezett tragédiáról, amely hirtelen szívleállásról szól. Felhevült testtel, bármennyire is hívogatnak a hűs habok, tilos a vízbe menni. De szerencsére a gyerekek se olyanok, hogy rögtön beleugranak, kicsit oda mennek, megfröcskölik magukat vagy egymást, és akkor utána lehet bemenni. Először lábáztatás, és utána a többi. A természetes vizeken kialakított fürdőhelyek határait bójasorok jelzik, így van ez a Tisza tavon is. Külön jelzik a strandolók számára, hogy hol kezdődik a mély víz. Van 2 unokám, úgyhogy nem mutatok nekik olyat, amit igazából nem lenne szabad. De az egyik az vízilabdázott, úgyhogy ő tudja, hogy ami ott van a bója, akkor onnan tovább mi nem megyünk. A biztonsági előírások betartása csak kis odafigyelést igényel, amellyel megelőzhetőek a sérülések, vagy az akár annál is súlyosabb kimenetelű vízibalesetek.